Kedves nézőink, a következőkben a vakáció veszélyéről láthatnak egy stúdióbeszélgetést az Ajkai rendőrkapitányság munkatársával. Köszönöm, a stúdióban Gyuris Mónika, rendőrfőhadnagy, megerőzési főelőadót. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A nyári szünet alatt, ha jól tudom, megsokszorozódik, legalábbis megemelkedik az úgynevezett eltűnéses esetek száma gyerekek körében. Valóban így van ez, és mennyi idő után kell kerestetni a gyereket? Nagyon fontos, hogy el is veszik a gyerek, vagy nem megy haza időbe, tegyük fel egy kalandvágy miatt esetleg kimarad otthonról, minél hamarabb tegyünk bejelentést, mert annál több az esély, hogy utolérjük, esetleg megtaláljuk, jöjjünk be a rendőrkapitányság, hozzunk be egy fotót a gyermekről, és mi akkor azonnal ki tudjuk adni a körözését. Ha a gyermek 14 év alatti, akkor ez nekünk ilyen kiemeltként kell kezelni, és azonnal elkezdjük keresni őt. Miből adódik egyébként az, hogy ilyenkor megnő az eltűnések száma? A gyerek elmegy otthonról, nem mondja meg, hogy hova megy, esetleg megbeszélnek egy időpontot, még egy haza nem megy haza, elmegy szórakozni, esetleg új barátokkal találkozik, és az időérzéke úgymond nem működik, és nem megy haza időbe. Elfelejt szólni esetleg a szüleinek, vagy a hozzátartozónak, hogy valakinél ott alszik, tegyük föl. Gondolom, azért egy-két óra csúszásnál még nem kell jelenteni a rendőrségen az eltűnés. Mennyi az az idő, amikor már érdemes és kell bejelenteni? Nagyon fontos az, hogy gyermekünket esetleg nem érjük utol mobiltelefonon, vagy ha elmegy az egyik barátnő, és ott keresjük, ott nincs, akkor érdemes minél hamarabb ezt a bejelentést megtenni. Tehát akkor fönnáll a veszély annak, hogy bizony-bizony valami. Gyerekek is nagyon sokszor visznek magukkal értékeket, mobiltelefon például majdnem mindenkinél van, de adott esetben készpénz, ékszerek. Mire kell vigyázni velük kapcsolatban? Itt is nagyon fontos, hogy amit magunkkal viszünk értéket, arra saját magunknak is kell vigyázni. Tegyük a zsebünkbe, nem utogassuk lehetőség szerint a készpénzt, annyit vigyünk, ami arra a szórakozásra elegendő, vagy éppen elmegyünk strandolni, arra a napra szükséges, felesleges többet magunkkal vinni. A pénzt se kell mutogatni haverjainknak, barátainknak, hogy nálam annyi van, hanem tényleg mindenkinek adjon a saját kis titka, hogy kinél mennyi pénz van. Ékszert meg felesleges magunkkal vinni a strandon, mert igazándiból túl sincs rá szükség. Kikapcsolódhat esetleg sportolás közben, vagy szabadidős tevékenység során. Nagyon sokat hallani, hogy a szórakozó helyeken milyen veszélyek leselkednek a fiatalokra, gyerekekre. Gondolok itt én például arra, hogy az italukba kevernek valamiféle kábítószert. Nem tudom, ez mennyire jellemző. Veszprém egyéb abszolút nem találkoztunk ilyen esettel, de a fővárosban már több alkalommal hallottuk, hogy különféle szórakozó, ilyen GHB nevezető anyagot belekevernek az italukba. Nagyon fontos, hogyha el is megy valaki szórakozni, akkor ne egyedül menjen el, hanem ketten, hárman, ha bárki leittasodik, vagy esetleg bármilyen szert fogyaszt, akkor ne hagyjuk magára, nyújtjunk segítséget, amire oda tudunk mi magunk is figyelni, hogy az italt, amiben kitöltik a pohár, az valóban üres legyen. Bontatlan üveget fogadjunk csak el, amit ott előttünk bontanak ki. Az italt ne hagyjuk ott, fogyasszuk el, vagy legyen a kezünkben végig kontroll alatt. Tehát ez valós veszély. Ez valós veszély, akkor sajnos. És ez mi követi? Ezt, ha ne egy Isten előfordul mégis, hogy elkábítanak valakit, rablás esetleg? Itt ugye eszméletvesztésre járó tünetei vannak, akár 2-3 óra hosszán keresztül az illető nem tudja, hogy mi történik vele. Tehát tulajdonítják leggyakrabban az értékeit, ugye pénz, telefon, ékszer, vagy esetleg akár nemi elkölcseli bűncselekményt is elkövethetnek vele szemben. Ha mégis ne találtam bajba kerül a gyerek, vagy bárki, hova forduljon elsősorban segítségért, kitől, hol, hogyan kérhet segítséget? Elsősorban hogy azokra számítok, akiket ismer. Jelen pillanatban, hogyha nem egyedül megy, hanem barátaival, akkor ő rajtuk keresztül tud segítséget írni, hogy esetleg forduljon a szórakozó helynek az üzemeltetőjéhez, pultoshoz esetleg, ő majd hív segítséget. Hivatalos segítséget telefonon? Telefonon keresztül elsősorban mentőszolgálatot értesítsük. És ők majd megteszik a szükséges lépéseket az értesítésünk felé. Most jelen pillanatban a 112-es szám működik? Igen, ez a központi segélyhívó, illetve ugye a régi segélyhívó telefonszámok is megmaradt, ugye a rendőrség a 107, a tűzoltó a 105, a mentőszolgálat a 104. Tehát megvan a régi is. Igen, illetve a központi is. Megvan az új is. Melyik gyorsabb egyébként? Van különbség egyáltalán? Nincs semmi különbség. Nincs. Tehát ha valaki a 112-t hívja. Eldönti a központi kezelő, hogy pontosan kit kell értesítenie. Akár mondjuk a gyereknek elég megjegyezni ugye a 112-t, és akkor innentől kezdve már. Nagyon sokszor a gyerekek azt mondják, fiatalok azt mondják, hogy hát egyszer ki kell próbálni mindent, és vonatkozik ez például a kábítószerre is, hogy egyszer kipróbálom, aztán majd meglátom, milyen lesz. Milyen veszélyeket rejt magában ez az egyszer kipróbálom szemlélet?
Vannak olyan kábítószer típusok is, amit egyszer kipróbálom, akkor is kialakulhat már a függőség. Tudni kell nemet mondani, és akkor biztonságban vagyunk. Mivel nem tudjuk, az a kicsi kis tabletta, vagy ez a növény őrlemény, mikor milyen hatóanyagot tartalmaz, milyen veszélyeket rejt magába. Lehet, hogy épp az az egy füves cigi már halálos adag lehet. Sokszor a gyerekek azt is mondják, fiatalok mondják, hogy inkább iszom alkoholt, mert még mindig jobb, mint a drog. Na most hát azt gondolom, ennek is megvan a maga veszélye azért. Így van, mindkettő esetben. Ugye ha valaki alkoholt fogyaszt, akkor ugye eltűnik a gátlásai, sokkal bátrabb lesz, több mindent megtesz, így egyre több a garázdaság, úgymond testi sértések, bántalmazások, hétvégi szórakozó hely után, például hazafelé menet, vagy a szórakozó helyen a művődés az mögött, ilyenek előfordulnak, hogy egymás minden ok nélkül elkezdik ütlegelni. És még egy dolog, ugye az ittas vezetés, ami hát természetesen nem csak a fiatalokra vonatkozik, mindenkire vonatkozik, de időről időre olyan tragikus esetek történnek, hogy az ember csak áll és bámul, és nem érti, hogy hogy fordulhat ez elő. Mindenki úgy indul útnak, hogy velem ilyen nem történik. Az is, aki meghal, az is úgy indult útnak. Mit lehet mondani a fiataloknak? A baleseti okként elsőjén az ittas vezetés áll, második helyen a sebesség túllépés. Elsősorban azt kell tudni, hogyha el is menjünk szórakozni, akkor jelöljünk egy sofőrt, aki tényleg józan marad, és úgy fog az autóval hazamenni, nem fog ittasan vezetni. Amennyiben tényleg tudjuk azt, hogy a sofőr vezetett, véletlenül süljünk be az autó, és próbáljuk levezetni. Ivott, akkor ne üljünk be mellé. Próbáljuk leveszélni arról, hogy vezessen és ilyen állapotba. Inkább választok a tömegközlekedési eszköz, vagy hívjunk taxit a hazajutáshoz. Hát én is hallottam olyan esetről, amikor a vezető annyira részeg volt, hogy úgy tették be az autóba, és úgy indultak el, körülbelül az első fáig jutottak. Így van. És ilyenkor gyorsabban mennek, bátrabbak, próbálnak egy kicsit felnőttek lenni, nagyoskodni, hogy igen, én ezt meg tudom tenni, megtehetem. Még úgyse lesz baj. A szülőknek mit lehet mondani, ha odaadják a kocsit a gyereknek? Nehéz okosat mondani, ugye nem nincs ott, hogy fogja a kezét, de mindenféleképpen el kell mondani, hogy csak józan üljön az autóba. Esetleg fogyaszt is alkot, inkább pívja bármelyik szülőt, anyut, apult, és akkor értem, hogy esetleg hazaszállítja őket. Vagy zárja le az autót, aludjon ott valakinél, de sehogy se üljön be az autóba ittas állapotba. Hát bízunk benne, hogy mindenkinek a nyaralás jót fog csak hozni, és jót fog tenni. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Köszönjük.